Petőfi Sándor. István öcsémhez. Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e, hogy néha-néha rám? Mondjátok-e, ha estebéd után beszélgetéstek meghitt és vidám? Mondjátok-e az est óráinál? Hát, a mi Sándorunk most mit csinál? És máskülönben, hogy van dolgotok? Tudom, sokat kell fáradoznotok. Örök törődés, napotok, éljetek csak, hogy szűkecském megélhessetek. Szegény atyánk, ha ő úgy nem bízik az emberekben, jégre nem viszik, mert ő becsületes lelkű, igaz. Azt gondolá, hogy minden ember az, és e hitének áldozatja lett. Elveszte mindent, amit keresett. Szorgalmas élete verítékinek gyümölcsét most már sem észti meg. Miért nem szeret úgy engem Istenem, hogy volna mód során enyhítenem? Agnapjait a fáradás túl én mi édes örömest fölmenteném? Ez fáj nekem csak. Nyugodt életemet most egyedül ez keseríti meg. Tégy érte, amit tenni bír erőd. Légy jó fiú, és gyámolítsad őt. Vedd vállaidra félig terheit, s meglásd, öcsém, az Isten megsegít. És anyánkat, ezt az édes jó anyát, ó Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd. Mi ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó. Nincsen rá fogalom, de megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítná tőlünk őt az ég. E néhány sorral érd be most, öcsém! Én a vidámság hangját keresém, és akaratlan, ilyen fekete lett gondolatjaimnak menete. S ha még tovább fonnám-e fonalat, szívem repedne a nagy kínalat. Más levelem majd több lesz és vidám. Isten megáldjon. Édes Pistikám.